Ez a Híradó 8 órakor az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Megszavazta a színházak finanszírozásának átalakítását az országgyűlés. A jövőben háromféleképpen működhetnek színházak. Vagy állami, vagy önkormányzati, vagy közös állami és önkormányzati pénzből. Az állami és a közös intézményeknél bizonyos dolgokat elvárhat a kormány a támogatásért cserébe. A kormánypártok azok után kezdeményezték a változást, hogy kiderült, a Katona József Színház vezetése nagyjából egy évig titkolta Gotár Péter zaklatási botrányát, miközben jelentős állami támogatást kapnak. Az államtitkár szerint ez így nem mehetett tovább. 115 igen szavazattal. 115 igen, 53 nem szavazat ellenében fogadta el az országgyűlés a kulturális törvénycsomagot, amely ellen az elmúlt hetekben a színházi szakma egy része és az ellenzéki képviselők is tiltakoztak. Utóbbiak közül néhányan a szavazás előtt is kifejezték nem tetszésüket. Fekete színházi maszkokat emeltek az arcuk elé. Az akció azonban nem sikeredett összeellenzékire. Az LMP és a Jobbik képviselői nem vettek részt benne. Az új kulturális törvénycsomag értelmében a jövőben lesznek olyan színházak, amelyeket az állam és az önkormányzat közösen működtet. Ez vonatkozik a finanszírozásra és a vezetők kinevezésére is. A közös működtetés azonban nem lesz kötelező, az önkormányzat kérheti. Létrejön továbbá a Nemzeti Kulturális Tanács, amely a kulturális élet fejlesztésére tesz javaslatokat a kormánynak. Az új törvény rögzíti azt is, hogy melyek az úgynevezett kultúrstratégiai intézmények. 17 ilyen szervezet lesz, például a Magyar Állami Operaház, a Budapesti Operett Színház vagy a Nemzeti Színház. A kormány a szexuális zaklatással vádolt rendező Gotár Péter ügyének napvilágra kerülését követően döntött úgy, hogy átalakítja a színházak működésének szabályozását. Átláthatóbb, kiegyensúlyozottabb, tisztább színházfinanszírozási formát fogunk bevezetni. A kultúráért felelős államtitkár a törvénycsomag elfogadását követően a Gotár ügyre utalva arról beszélt, nem lehet, hogy miközben az állam évi 700 millió forinttal támogatja a Katona József Színházat, nem szólhat bele abba, hogy ott van-e vagy nincs zaklatási ügy. Fekete Péter szerint ugyanez vonatkozik az összes többi színházra is. Az nem lehet, hogy míg Európában vezető helyen vagyunk a GDP-re és a lakosságra jutó színházfinanszírozás mennyiségében, addig az államnak ne legyen semmiféle joga, hogy kontrollt gyakoroljon, beleszólási joga legyen a színházaknak a működésébe. A miniszter szerint a törvénycsomag keddi vitájában hamis állításokra alapozott támadásokat kellett elviselniük az ellenzék részéről. A független színházak kapcsán megjegyezte, az állam nem veszi el a levegőt a független előadó művészektől, hanem éppen fordítva. Egyre több forrás jut majd nekik, és nem nyúlnak hozzá a nemzeti kulturális alaphoz sem. Új fokozatba lépett a Városliget megújításával kapcsolatos küzdelem. A szocialista Horváth Csaba már nem csak leállítaná a fejlesztést, vagy annak egyes részeit, hanem akár vissza is bontaná a félkész épületeket. Éppen tegnap jelent meg egy közvéleménykutatás, amely szerint a fővárosiak több mint kétharmada támogatja a Liget projektet. Egyre inkább úgy tűnik, hogy politikai és nem szakmai ügyről van szó. Naponta több tucat munkás dolgozik azon, hogy a világ legjobb középületének választott új néprajzi múzeum időre elkészüljön. A beruházás része a Liget projektnek, amely jelenleg Európa legnagyobb kulturális városfejlesztésének számít. A néprajzi múzeum után idén a Magyar Zeneházát, pedig a legjobb nemzetközi középületének választották. Nem lesznek új épületek a Városligetben. Az új fővárosi vezetés azonban nem ért egyet a Városligetbe tervezett múzeumi negyed kialakításával. Az MSZP budapesti frakcióvezetője azt mondta, nem kezdődhetnek új építkezések, sőt a szocialista Horváth Csaba egyes épületek visszabontását sem zárja ki. Jelenleg is folyik még egy hatásvizsgálat azon beruházások tekintetében, amelyek megkezdődtek, és amelynek az építése jelenleg is folyik, hogy mi okoz kisebb környezeti kárt, a befejezésük, vagy részleges befejezésük, vagy adott esetben a visszabontásuk. A fővárosiak majdnem háromnegyede szerint viszont a Liget projekt kedvezően hat a Városligetre és Budapestre. Ez derül ki legalábbis a Városliget ZRT megbízásából készült közvéleménykutatásból. Az adatok szerint a budapestiek 70%-a támogatja.
támogatja a Liget Budapest projektet. A megkérdezettek továbbá azt szeretnék, hogy az új Nemzeti Galéria és a Magyar Innováció Háza is a Városligetben épüljön fel. A felmérés során 1000 budapestit kérdeztek meg személyesen, akik a látványtervek alapján értékelték a beruházásokat. Amikor a Liget projekt valóságával szembesülnek az emberek, döntő többségük támogatja a projektet. A Liget projekt miniszteri biztosa azt hangsúlyozta, a budapestiek felismerték, hogy ez nem politikai, hanem szakmai ügy. Bán László úgy fogalmazott, a cél, hogy több zöld és több kultúra legyen a Városligetben. Érvényes építési engedélyeink vannak, ez egy futó és sok éve előkészített projekt, nagyon sok szellemi és anyagi energia van benne, nagyon fontos, hogyha megépül az egész, akkor van arra lehetőség, hogy ez vissza is térüljön ez a rengeteg közpénz, amit ráfordítunk, hiszen ez ma a nyugati világ legnagyobb kulturális fejlesztése. A múzeumi negyed kialakításáról szóló vita csütörtökön folytatódik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén. Kiürítették a bosnyák-horvát határ közelében a hírhet Vučjak befogadótábort. Korábban az ENSZ és az Európai Unió is felszólított erre Boszniát, annyira rossz körülmények között éltek az illegális bevándorlók az egykori szeméttelepen létesített táborban. Ideiglenesen egy másik helyre vitték őket, jóval messzebb az unió határától. Félő, hogy emiatt még több embert küldhetnek a csempészek Magyarország felé. Nyoma sincs már a migránsoknak a Vučjaki táborban. Szerdára teljesen kiürítették a telepet. 700 migráns hónapokig élt itt fűtetlen sátrakban, ivóvíz és tisztálkodási lehetőségek nélkül. A bosnyák kormány már hónapok óta készült kiüríteni a tábort, de mostanáig nem tudták, hogy hova vigyék a migránsokat, mert mindenhol tiltakozásokba ütköztek. Végül most is azzal a megoldással álltak elő a hatóságok, hogy egy másik táborba vitték őket. A Vučjaki bevándorlókkal tömött buszok kedd éjjel érkeztek meg a Szarajevó közelében lévő Usivak táborba. Ez egy nyitott tábor, míg nem határoznak másképp, így is marad. De minden szükséges biztonsági intézkedést megtettünk, hogy megvédjük a helyieket, hangsúlyozta a Nemzetközi Migráció Szervezet helyi koordinátora. A kanton miniszterelnöke arról beszélt, meg kell szigorítani a határvédelmét az ország keleti részén, hogy ne legyen utánpótlása a migránsoknak. Most a legfontosabb, hogy mielőbb lezárjuk a keleti határt, hogy ne legyen utánpótlás. De felkérem az illetékeseket, hogy szüneteltessék a Szarajevó-Bihács vasúti forgalmat is, mert ez a másik útvonal, amin a migránsok érkeznek. Valamint elvárom Bosznia vezetésétől, hogy minden kanton osztozzon a migráns kérdés terhét. Más kantonokba is helyezzék el őket, ne csak az Unaszána kantonban, hangsúlyozta Mustafa Ruznic. A Vučjaki tábor kiürítésével a balkáni államban továbbra sem szűnt meg a migrációs nyomás. Még mindig 8000 illegális bevándorló várja Boszniában, hogy Nyugat-Európába jusson. A szigorú horvát határőrizet miatt azonban ez nem olyan egyszerű, ezért egyre többen fordulnak Szerbia és azon keresztül a magyar határ felé. Ezt igazolják a számok is. Míg tavaly egész évben 6000 migráns próbált átjutni a határzáron, addig az idén már több mint 13000. Az embercsempészek a migrációs krízis nyertesei, áll a századvég legfrissebb elemzésében. A Kutatóintézet honlapján közzétett dokumentum szerint 2019-ben a Magyarországra érkező bevándorlók mintegy 5-8 milliárd forintot jelenthettek az embercsempész hálózatoknak. Európai szinten pedig ez az összeg elérheti a 135-225 millió eurót, azaz a 44-74 milliárd forintot is. Az írásban az áll, az embercsempészet láthatóan a kábítószer csempészethez és kereskedelemhez hasonlóan egy komoly üzlet, amelyben számos szereplő érdekelt. Maguk a migránsok, az embercsempészek, a korrumpálható hivatalok és a migrációt nyíltan támogató NGO-k. A dán rendőrség 20 embert vett őrizetbe, hogy megakadályozzon egy készülő iszlamista terrortámadást. Országszerte több akcióban csaptak le szélsőségesekre. A gyanú szerint robbanószereket és fegyvereket próbáltak beszerezni. A rendőrség már ma több embert kihallgat terrorizmus gyanújával. Közölték azt is, hogy mindenkit sikerült elfogni, akit kerestek. A hírszerzés műveleti igazgatója úgy fogalmazott, ezeket az embereket szélsőséges iszlamista indítékok hajtották. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak ma az Egyesült Királyságban. A kampányban szinte egyetlen téma volt a Brexit. A voksolást a kormányzó konzervatívok kezdeményezték. Abban bíznak, hogy többséget szereznek az alsóházban, így végre sikerül jóvá hagyatniuk a Brexit megállapodást.
Az Egyesült Királyság október 31-én lépett volna ki az Európai Unióból, de az Európai Tanács 2020. január 31-ig meghosszabbította a határidőt. Ha a londoni parlament addig nem ratifikálja a dokumentumot, Boris Johnson kormányfőnek újabb halasztást kell kérnie. 2 tonna kokaint foglaltak le a perui hatóságok egy tenger alatt járó fedélzetén az ekvádori határ közelében. A 4 tagú bűnbandát őrizetbe vették. A kihallgatások után a partmenti kikötőben egy 10 fős halászhajó legénységét is letartóztatták. A gyanú szerint ők segítettek a csempészeknek kivinni Ekvádorból a nagy mennyiségű kábítószert a tenger alatt járóra. A rendőrség értesülései szerint a kokaint Kaliforniába akarták szállítani. Jogerősen életfogytiglant kapott, így legkorábban 101 éves korában szabadulhat a börtönből a bőnyi rendőrgyilkos. 2016. októberében akarták átkutatni a házát a rendőrök, mert azt feltételezték, hogy engedély nélkül fegyvereket tart otthon. Az idős férfi azonban nem akarta beengedni a nyomozókat, nem sokkal később egy gépfegyverrel rájuk lőtt, egy őrnagy meghalt. Györkös István végig tagadta, hogy ő lőtte meg az áldozatot. A bíró szerint azonban ő a gyilkos. Az egyre jobb terápiáknak köszönhetően javult a tüdődaganatosok túlélési esélye. Magyarországon tavaly több mint 24 milliárd forintot költöttek az ezzel összefüggő ellátásokra. Az egészségügyi kormányzat célja a megelőzés, hogy ki se alakuljanak a tüdőrákos megbetegedések. Sokat dolgozunk érte, egy kiváló szakmai csapat van, életmódváltás, a dohányzás leszokás támogatására, ingyenesen elérhető segédvonal van, amivel ezekről a pontos segítségeket meg lehet kapni, és van gyógyszer, amit ebben a folyamatban lehet használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy van szakmai és jól képzett segítség, tehát bizonyíték a rendelkező segítséget vegyenek az emberek igénybe.